A Vasút Történeti Park önkéntesei. Ők azok a lelkes vasútbarátok, akik délutánonként azért járnak ki, hogy kiglancolják a gőzösöket, és ezzel segítsenek az itt dolgozóknak. Nagyon könnyű volt összeszedni az embereket, az interneten is meg volt hirdetve, ez az akció emellett még az Indóház című magazinban is megjelent a felhívás, úgyhogy rengeteg jelentkezőnk volt. És hányan maradtatok? 44 tagunk van jelenleg, hát ebből ki mennyire aktív, tehát vannak olyanok, akik hetente kétszer-háromszor is kijönnek, de vannak olyanok, akik havonta egyszer-kétszer. Hogy el ne felejtsük, a Vasút Történeti Park baráti köréről van szó. Miki pedig a góré, aki amellett, hogy vezeti a csapatot, maga is szívesen sikálja az egyik gőzöst. Hát annyit tudok erről a mozdára, hogy ez a Mecseki Szénbányák mozdonya volt. Ezt a mozdonyt 1902-ben építették, és egészen 1993-ig szolgált. És egy normális fiatalember még nem foglalkozik mással, mint hogy olajjal kenegeti össze a kezét? Hát aki iszik, valaki nőzik. Nekem van nejem, feleségem van, úgyhogy nekem ez a hobbi. És megérti az asszony? Persze, igen, abszolút. Már tudja, hogy mi az a know-how, meg ilyenek, úgyhogy abszolút. No, egy villámgyors kitérő azok kedvéért, akik viszont nem tudják, hogy mi az a nohab. Az is egy mozdony, igaz nem gőzös, hanem gázolajos, vagy ha úgy tetszik, dízeles. 1961-ben és 62-ben 20 ilyen érkezett Magyarországra, a messzi Svédországból, ezek közül 7 még mindig megvan. A többinek már sajnos csak az emléke és a legendája, mert hogy ez egy legendás mozdony típus. De most térjünk vissza a gőzösökhöz, hiszen Hori Mikijék ezeket blancolják. Nem lehet őket tenni, tehát ez ki van zárva. Ezeken a gépeken a rozsdás hajtó és csatlórudokat tudjuk felcsiszolni, attól szép feltűnő lesz az alja. Minden fekete részt átkenünk fáradt olajjal, ettől szép csillogó lesz. A rézalkat részeket felcsiszoljuk, lelakkozzuk, mindenhonnan levakarjuk az olajsarat. Tehát ennyit tudunk, egy alapos takarítást tudunk elvégezni a mozdonyon, de mire a végére érünk, kezdhetjük is előről. Az a cél, hogy ezek a mozdonyok itt nagyon szépek legyenek, jó állapotban legyenek, aztán ezután elkezdünk foglalkozni más gépekkel is, akár a park területén kívül is. Tehát az országban elhelyezett állomásokon kirakott mozdonyszobrokkal. Nagyon remélem, hogy nem sértek meg senkit, de Hori Mikijék sosem fognak kifogyni a munkából. Amilyen állapotban vannak a mozdonyok a különböző állomásokon, azt hiszem mindig lesz mit tenniük, még akkor is, ha a parkban már végeztek. Ja, elfelejtettem hozzátenni persze, tisztelet a kivételnek, hiszen azért van olyan hely, ahol úgy néznek ki a gőzösök, ahogy azoknak ki kell nézniük.